A történet úgy kezdődött, hogy Erika talált egy ékszert, amire nagyon vágyott, de úgy gondolta, ő is képes önmagának megcsinálni. És neki állt, hogy a sikerélmény aztán tovább haladásra sarkalja. Elkezdtem alapanyagok után kutatni, ahhoz a kimondottan ahhoz az egy ékszerhez, és aztán megvalósítottam magamnak. És akkor ez így hozta a többit. Teljesen így saját magamtól, amihez nekem kedvem van, ami nekem tetszik, azokat készítem, amit én szívesen hordok, olyan dolgokkal szoktam kezdeni. Alapvetően magamnak, igen. Ezzel indult, hogy alapvetően magamnak, aztán így jött hozzá, hogy hát akkor, ha már én ezzel foglalkozom, és tudom, hogy az ismerőseim közül többen ezt kedvelik, akkor ajándékba, meg a családnak ajándékba. Azért kezdtem el rendszeresen készíteni, hogy ezzel levezessem így a mindennapi problémáimat, a stresszt, a gondolatokat. Ez teljesen kikapcsol, mert vannak olyan minták, aminél számolgatni kell közbe, hogy ne tévezd el, mert aztán nem az lesz belőle a végén, amit szerettél volna. És amíg ott ülsz fölötte és válogatod a színeket, hogy most melyik után következik, és számolgatod, hogy melyikből hány szem kell, nem tudsz másra figyelni közbe. Ez maradt a hobbim, meséli Erika, aki polgári foglalkozásában a pénzvilágában tevékenykedik. Ez az egyensúly, mondja, ha nagy a stressz, ezzel vezetem le. Ez a medál volt az egyik legnehezebb darab, amit eddig készítettem. Ezt saját magamnak terveztem. Hát 7-szer bontottam vissza, 8-ra lett az enyém. Egyszerűen nem tudtam feladni. Ezt most ne úgy képzeljétek el, hogy ezt megfűztem 7-szer egymás után egy ültő helyemben. Hát ezt többször feladtam menet közben. 3-szor álltam neki egymás után, és akkor utána egy kicsit félre raktam pihentetni, hogy nem biztos, hogy ez annyira kell nekem, de egyszerűen nem tudtam megszabadulni a gondolattól, nem tudtam megválni tőle. És akkor miután készítettem egy-két másik darabot, ami azért úgy pozitívan feltöltött, utána mindig előkerült. És akkor az egészet még egy kicsit megbonyolítottam azzal, hogy ennek a medálnak két oldala van, mind a kettő mintás, mind a kettőhöz külön meg kellett tervezni, hogy ezek a végén szépen összepasszoljanak, a szemek összeérjenek, mindkét oldalon ugyanúgy jöjjön ki, hogy a vége összeilleszthető legyen, de végül is én elégedett vagyok vele. Azt mondja, sokszor ül le egy nehéz nap után, és mire a mintákat kiszámogatja, elszáll belőle a fáradtság. Véleménye szerint mindenkinek szüksége van egy olyan elfoglaltságra, amit levezetésként űz. Vannak mindig újak, vannak olyanok, amit ugye az elején túl bonyolultnak találtam én is, hogy na, ebbe én biztos nem vágok bele. Aztán van olyan, amit elkezdek, mert tetszik, de nem sikerül, és akkor van, hogy nem tudom feladni. Kihívás. Szerintem egy nagyon jó önterápia. Nem tudok jól tanítani, így nem is vállalkoznék arra, hogy másoknak is megmutassam a tudományom, vallja magáról. Ehhez annyira finom mozgás kell, hogy nagyon meg kell legyen a másikba, másik emberben is ez, és kell így legyen összhang köztünk, hogy én annyira tudjak vele foglalkozni, hogy így ezt az úgymond tudást át tudjam adni. Beleszedetek a darabjaimba, és nagyon nehezen válok meg tőlük, így aztán a legszebbek velem maradnak, meséli Erika, aki azt is elárulja, ha netán vesz egy ruhát, közben már tervezgeti hozzá a megfelelő ékszert. Nekem nem életcélom, hogy hazajövök, munka után csak leülök, és nem tudom, nézem a tévét, vagy hallgatok zenét, nekem kell közben valami, amivel még foglalkozom. Thank you.